9 óra is elmúlt. Ha még 10 percig nem jön a nagyságos asszony, eszünk. Érti? Nem várok tovább. A vacsora már is egészen eltört. Ilyet még nem is hallottam. Egyszer akarok elutazni, akkor a feleségem miatt kénytelen vagyok lekésni. És nem mondta, hogy hová megy? Egy szót se szólt. Ki volt itt? Egész délután nem volt itt senki, csak tenyér úr. Jött valami autósapkáért. Ahogy tenyér úr elment, rögtön a nagyságos asszony is elment. Terítsen. Már terítve. Akkor tálaljon. Igenis. Micsoda beszéd az? 9:40-kor. Ne legyen itthon egy asszony. Különben várjon. Ne tálaljon. Még megnézem az öreg nagyságáiknál. Maga pedig telefonáljon az orvoshoz. Hát ha ott. Egyszer csak előre szól a nagyságos asszony visszafelé, hogy ha, te
Fehér úr! Sírsünk haza! Ugyanis előbb akarok hazajönni, mint a férjem. Az Istenért mi történt? Várjon, egyszer csak polgárdinál hátra nézek, és megfagyott bennem a vér! Mi történt a nagyságos asszonnyal? Elvesztettem! Hát mit tudom én, hát lepségén még megvolt, aztán húztam egy kövér gázat, valahol lett. De hát nem hallotta, hogy kiabált? Bucika, lehet ezt hallani, amikor a gép ufogta? Az ember elveszti saját feleségét, hát eljön meg a feszítőfőnök feleségét. De hát miért nem kereste? Nem kerestem! Egész délután ott rohangált a polgárdi és Lepsén között, ugyanis Lepsénnél még megvolt. És nem találtam? Mint hogy a föld nyerte volna el, már kereste minden árokban, minden bokorban, minden híd alatt. Hát a valóban begurult. Begurult. Hallja? Egy ilyen mulett nő. Az ember elveszi. Feleségül. Hát eljön meg a fene, de a főnök feleségén! Ez borzasztó, valahol okvetlenül meg kell keresni. Júcika, de hol keressem? Hát már kerestem a mentőknél, már kerestem a rókusban. Tudja mi? Megnézem a rendőrséget is. Rendőrséget? Hát, ha valamilyen becsületes megtaláló, bevitte át. Arra kérem, Júcika, hogy ne szóljon a nagyságos úrnak, hiszen még megtalálhatom, nem igaz? Jó, jó. Tenyér úr, arra kérem, hogy a hátsó lépcsőn tessék menni, mert meg a végén találkozhatik a gazdámmal. Júcika, maga egy olyan kedves nő, bár csak magát vittem volna a Lepsén. Hagyd be, akkor engem vesztett volna el. Még mindjárt jobban jöttem volna ki, hiszen Lepsén én még megvolt. Halló. Igen, főnök úr, telefonáltam. Nincs ott. Nem tudom. Ezt ugyan keresheted.